megfogták a kezét, kettő a lábát, osztott, nem kellett osztott kikötni. Tömeges, ilyen állatias típusú erőszakoskodások, azok azért egy-két hónapig tartottak el. Fejbe lőtte a nővéremet. No, ja, takoj informácii nie imeju. No, to есть, конечно, насилие были. 14 évesen is megerőszakolta, és a nővérét is. És az volt a szomorú, hogy nem egy. Tudja, kik voltak ezek? Ott voltak a környezetemben is, akik kacérkodtak velük, fiatal lányok, ismertem őket. De ön Budapesten azt maga nem érti. Megerőszakoltak, azok kacérkodtak az oroszokkal, ön ezt állja? Miért ezzel a butaságon lovagol? Igen. És akkor a nagyanyám kirántott a kezéből, kinyitotta a szobajtót, bevitte a lámpát, és beengedte az orosz tisztet. Это тоже элемент утверждения собственной победы. Ezek a nők, ezek megszenvedik, áldozatai válnak ennek, és 1945-től kezdve senki nem kíváncsi ezekre a történetekre. Megbocsátás van bennem, de felejteni nem tudom.